eredetileg ki volt írva, a hetes perka pedig zöldben. Minden ló a gépben. És tart ebben a pillanatban, elindult a 2016-os Magyar Kancadíj mezőnye. Többé kevésbé minden lónak jól sikerült az indítás. Aki legjobban lábra kapott, az az egyik esélyes, Matidia. Matidia veszi át tehát a vezetésre, mögötte ott galoppozik Nazma 6-ossal, bent a falon Felzen Fest, illetőleg kívül szalza színei tűnnek föl, ez a közvetlen élcsoportát gyakorlatilag együtt az egészen mezőny, egyelőre a mezőny végén Perta színei látszanak, Ronnyával egyetemben az élen, tehát a Matidia Alberto Sanna lovagolja a lovat, és itt rögtön az érre állt, megpróbál tehát innentől kezdve végig bevezetni minden bizonnyal, mögötte ott van Nazma, illetőleg Salsa e pillanatban, míg úgy látjuk, hogy Felzen Fest is nagyon jól tartja magát, és ugyanez igaz az a mögötte jövő lovakra. Mátka van ígéretes helyzetben, mellette pedig ott van Majolika, illetőleg jól látszik még Souvenir de Mauve is, abszolút az élmezőnybe tartozik, ő is a negyedik pozíciót tartva. Matidia azonban vezet, Matidia mögött ott van Salsa, aztán pedig érkezőben Nazma, eléggé fogva lovagolja őt lovasa, míg a Majolika fölmegy egészen az élcsoportba, per pillanat ott a harmadik, negyedik pozícióban látható ő, de Souvenir de Mauve is jól tartja magát, és Mátka az, aki abszolút a közép mezőnyben, a középen galoppozik. Aki vezete pillanatban, az Matidia, gyakorlatilag a start óta, őt pedig követi Salsa, illetőleg Nazma. Jön az utolsó 1000 méter, teljesen együtt a Magyar Kancadíj mezőnye, egyelőre Matidia vezet, ami meglepetés, Salsa nagyon-nagyon jól tartja magát mögötte, Matidia és Salsa, az erősen púlozó Nazmát, most már ez egy kicsit kezdi elengedni, Mihály, már ott van még a harmadik helyen Souvenir de Mauve-val, Perktar indul a mezőny végéről Ronnyával, és egyelőre várnak, Mátka Felzenfest a sor végére a középmezőnyben, egyébként ott van még Majolika is. Az utolsó 600 méteren belül teljesen nyílt tovább, és a Kancadíj elől van a starttól kezdve Matidia Alberto Sannával. Matidia vezet, mögött egy kicsit a zsákutcába kerül Nazma, hogy bement elé, ronja be a falra, Salsa mellett feltűnik Souvenir de Mauve, Pertát kell lovagolni. Jön az utolsó 300 méter, vezet Matidia, azonban most már mellé ronja a hazai lovak közül Souvenir de Mauve, lehet talán majd a legelőrébb, egészen jó fut egyébként Felzen Fest is. Az utolsó 200 méteren belül érik a külföldi győzelem, Matidia vagy ronja, bent a falon Matidia Alberto Sannával gyorsít, ronja kitartóan támadja, de nem fogja megverni, Matidia nyeri 2016-ban a Kancadíjat, Matidia az első, ronja mögött Souvenir de Mauve lesz majd a harmadik, negyedik helyre Felzen Fest érkezik, ötödik lesz Perta. Nincs meglepetés. 4-es, 8-as, 10-es, és abszolút nincs meglepetés. Vártuk ezt a győzelmet az osztrák vendéglótól, Matidiától, aki eddig angol pályákon futott. Elég jó vételnek tűnik így közép-európai szinten. Ezt megállapítottuk. Nyert. 5. osztályban győzött, Windsorban, nagyon jó küllem. Megtalálta neki Civaprunk ezt a versenyt, és ugye meglehetősen friss vétel, ráadásul nem csak jó, hanem friss is, hiszen június végén futott. Végig vezetve tudta behúzni ezt nagyon a versenyt, és azért jöttek támadások, igen. Egyébként majd a befutó elején ott, hogy ronja bement a falra, hát az nem biztos, hogy Nazma lovasa Mikael Mack nagyon megköszöni majd neki. Souvenir de Mauve elindul, hát azt gondolom, hogy ennyi volt benne, előzetesen is nagyjából ez, amire lehetett számítani, hogy ő talán a legjobb a hazaiak közül, és meg lehet talán egy helyezés. 4-es, 8-as, 10-es. Ugye a két cselló volt gyengébb a vártnál. 8-as, 10-es. Hát ugye elkezdtünk ott variálgatni, hogy vajon miért választott Jan Rája Pertát, miért nem ült Nazmára. Tehát ő hát gyakorlatilag tök mindegy, melyiket igen, választottam igen, volna, nem voltak itt nagyon annyira erősek. Ez alapján, hát Felzenfest pozitív volt. Meglepetés, Perta aztán meg a érkezik ötödik. Perta. Nazma, 6., Salsa, Mátka, hát Majolika. Vagy csak gyenge napja volt, vagy a táv volt sok számára. Azért ott az elején ő fölment. Nagyjából ugye az egyharmadát tették meg a távnak, hát ugye nem volt fölment, azért, azt nem lehet azt mondani, hogy gyilkos volt a tempó. Tehát ugye igencsak taktikai verseny volt, igazából az utolsó 5-600 méteren indultak el az események. A cselóvak csalódást okoztak, ez teljesen egyértelmű. És nem tudom, hogy egyiket... Ezek szerint nem szánták vezető lónak egyiket se. Mert ha annak szánták, akkor Nazma vajmi keveset tett az ügy érdekében. Hát, sőt, erősen púlozza visszavette, hogy a Mikael Mack a vezetőlovak mögé. Birkózott vele fél távig tulajdonképpen, és hagyta hadd menjen. A